A Remény rabjai című filmről fogunk beszélni. A Remény rabjai minden idők legjobb filmjének pontosan lett választva. Pontosan. Volt rengeteg, ugye, rengeteg ilyen szavazás van, hogy a szakértők, a kritikusok vagy a filmnézők, van. De volt olyan szavazás, ahol a Remény rabjai nem csak, hogy ahhoz volt. Képest én pár napja láttam először ezt nem a filmet. Nem csak, hogy volt, hanem azért. Van a legnagyobb látogatottságú filmes szájt a világon, ez az IMDB, az Internet Movie Database nevű oldal, ahol a legtöbben szavaznak, és egy tízes skálán kell szavaznod a filmre, de adhatsz tizedest is, tehát tulajdonképpen egy százas skálán szavazol a filmre, és kell leosztályoznod a filmeket, és hát valami több százezer szavazat érkezik egy-egy filmre, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon brutális mennyiségű ember szavaz. És ez a film 92-es, ugye, jól mondom? Ez a leg... Hogy, igen, tehát nem arról van szó, hogy most lát... 94-es filmről van szó. Nem arról van szó, hogy most láttak egy filmet, és még olyan annyira benne él a nézőkbe, szokott ilyen lenni, hogy akkor berakják a első 10-be. Hát ezt mondom, hogy az IMDB-nek a listája, ez egy 250-es lista, ez a legtöbb szavazat alapján összeálló filmes lista a világon. És ez az egyik legérdekesebb a filmben, hogy hogyan lett ez minden idők egyik legjobb. Ennek a listáján az első helyezett az a The Shawshank Redemption című Frank Darabont film, amely Stephen Kingnek a regényéből készült. Ami magyarul a Remény rabjai. Ez a Remény rabjai. Azt kell tudni, hogy ez az egyetlen olyan Stephen King regény, és az egyetlen olyan Stephen King regényéből készült film, amelyikben nincsen semmi természet feletti. Tehát teljesen hétköznapi sztoriról van szó. Tehát nincsen benne sem csodatevő ember, sem gyilkoló autó, sem köd, amelybe nem szabad belelépni, mert akkor a szörnyek elvisznek, tehát itt semmi ilyesmi nincsen. A természetfeletti ebben a filmben az, amit a reménykedő ember meg tud élni, ha egy kis türelme van hozzá, az a csoda, ami megváltoztatja az életét. De erre mindannyian képesek vagyunk, és valószínűleg ezért annyira népszerű ez a film. Sokan azt mondták, hogy a bonyolult név, ez a Shawshank Redemption, vagy a nem elég jó marketing volt az oka annak, hogy nem igazán tarolta jegypénztárakba a film, amikor a Dumb és Dumber annyira-annyira népszerű tudott lenni, és aztán persze a Dumb és Dumber kevésbé kapott jó kritikákat később. De valóban elképesztő. Konkrétan az extrába a főszereplő Tim Robbins ezen filozik, hogy mi a fene volt az, ami miatt. Miért van az, hogy csináltam jó filmeket, de ez az a film, oda jönnek az emberek hozzám az utcán, és nem csak azt mondják, hogy de láttam magát abban a filmben, nagyon jól játszott, hanem azt mondják, hogy nekem ez a film nagyon sokat adott. Ez a film nekem nagyon fontos az életemben. Igen, nem, hát a... Természetesen én nem nevezném ezt soha minden idők legjobb filmjének. Egyébként ez egy börtönfilm, szinte végig egy börtönbe játszódik, és a barátságról és a reményről szól. De azzal szembe kell nézni, hogy nagyon sok ember megfogja, van. Ez a film nagyon megfogta az embereket. Annyira egyszerűen, szeretetően tud nagyon fontos dolgokról beszélni, konkrétan az életről, hogy az életünket hogyan érdemes leélni, hogyan tudunk értelmet vinni bele, és hogyan tudjuk túlélni, és élvezettel megélni. És hogyan tudjuk megőrizni a méltóságunkat a legmélyebb pontokon is. És nem csak arról szól, hogy miért szar az élet, miért bűnös a város, miért rossz a társadalom, hanem megpróbál egy ilyen egyszerű kis térképet a legegyszerűbb mozinéző kezébe adni, hogy figyelj, ezen gondolkodj el. Az az érdekes ebben a filmben elsősorban, hogy a főhős Andy Dufresne, aki tök ártatlanul kerül börtönbe, az hogyan tud végigmenni a legmélyebb kárhozattól a megváltásig. Tehát tulajdonképpen egy megváltás történetről szól, és egy barátság történetéről. És a barátság az talán... Alice Boy Redding, Morgan Freeman és Andy Dufresne, vagyis Tim Robbins barátságáról. Morgan Freeman, Tim Robbins, tehát ez ugye már valamit elárul a filmről. A sztori az megállja a helyét, a rendezés nagyon jó, és sokan felhívják a figyelmet az operatőrre, aki nem ilyen iszonyú látványos elemekkel, hanem egy ilyen észre sem veszed alapon tud úgy a színekkel, a fényel és az árnyékkal játszani, hogy a film végén vagy csak napokkal később döbbensz rá, hogy milyen minőségi látványvilágot kaptál. Igen, kedves SMS író írja, hogy annyira nem jó a film, ha olvastad a könyvet. Gyakran van így filmes adaptációknál, de én... Azt írja az SMS író, hogy az első az IMDB-n a Keresztapa. Hát ez nem igaz, konkrétan nézed meg az IMDB-n a 250-es listát, Best Films Ever,
Az első a Remény rabjai, második a Keresztapa, és harmadik a Keresztapa 2. Konkrétan ez a sorrend, aktuálisan ez a sorrend. És Tim Robbins azt mondja a filmről, hogy a másik az nem a Remény, hanem a második dolog az a barátság, ami miatt az emberek imádják ezt a filmet. Egyszerűen a mai elidegenedett társadalomban, egyre kevesebb közösségben érezhetjük otthon magunkat. Egyszerűen nagyon fontos az embereknek egy olyan filmet látni, ami bemutatja azt, hogy hogyan alakul ki egy barátság, és hogyan lehet azt megtartani. És ugyanerről van szó, amikor a Márainak a Gyertyák csonkig égnek című műve, azt hiszem Zsarátnok címmel aradt Londonba. A kritikusok szerint ott is arról volt szó, hogy ez nem feltétlenül Márai legjobb műve, de egyszerűen az a döbbenet, amit kivált egy 21. század elején nézőből, amikor egy igazi, hiteles barátsággal szembesül. Ami ma már szinte nincs is. Vagy iszonyú nagy kincs. A Remény rabjai az egy olyan börtöndráma, amely arról szól, hogy milyen tartalékok vannak bennünk, és hogy honnan lehet meríteni tartalékokat az olyan szituációkban, amely szituációk szinte már elképzelhetetlenül sötétek és nehezek és kilátástalanok. És nyilvánvalóan végig nem csupán egy börtönt látunk, hanem a börtön a maga zárt világával az gyakorlatilag az élet, a mindennapi, hétköznapi életet jeleníti meg. A börtön a rendszer. A rendszer, ami le akar téged olyan szinten alázni és gyúrni, hogy a végén rá se döbbenj arra, hogy te rab vagy, nem hogy azon gondolkodjál, hogy hogyan tudnád ténylegesíteni a saját szabadságodat, kitörni a rendszer korlátai között, és boldognak vagy szabadnak lenni. Brooks nem bugyant meg. Csak intézményfüggővé vált. Intézményfüggő a faszom. 50 éve van benne az Ürge Hévúd. 50 éve. Itt kiismeri magát. Ide bennő fontos ember. Sőt, mit a művelt. Odakinne senki. Csak egy remegőkezű elfuserált sittes. Lehet, hogy kint még egy könyvtárba se iratkozhat be. Kapizsgáljátok! Én azt hiszem, hogy csak fosod a szót. Te azt hiszel, amit akarsz, Floyd. De ezek a falak írtófurák. Először gyűlölöd őket, később hozzájuk szoksz. És bizonyos idő után létezni sem bírsz nélkülük. Ez az intézményfüggőség. Baromság. Én sose lennék ilyen. Te nem. Várd ki, amíg addig leszel itt, mint Brooks. Igazad van. Ide dugnak egy életre, de az életed elveszik. Legalábbis a legszebb éveket. A nők imádják ezt a filmet. Ellenállhatatlan a nők számára, és az annál érdekesebb, mint hogy nincsen női szereplője a filmnek. Gyakorlatilag ez az a film, amiből abszolút hiányzik a szex. Hát a film elején a feleségét meggyilkolják. Nem tudjuk, hogy ő gyilkolta meg, vagy nem. A fős... Annyit elárulhatunk, hogy tökre nem ő gyilkolta meg. Andy Dufresne ártatlanul kerül a börtönbe. De kap is egy kétszeres életfogytot. Igen, kétszeres életfogytiglant kap, de ott bent a börtönben ennek jelentése sincs, hogy ártatlan, mert hogy így arról beszél, hogy én ártatlan vagyok, és mindenki azt mondja, hogy én is ártatlan vagyok. Rossz volt az ügyvédem. A lényeg a filmben az, hogy bekerül egy abszolút lúzer, aki természetesen többször hátulról megfarkalnak a börtönbe, ahogy az illik, egy magára hagyott kezdő börtönlakóval, és innen fel tud állni Andy a főhős, és az az érdekes, hogyha megnézed azt, hogy mit tesz Andy a börtönben, mitől tud nem, hogy egy védett személyé válni, de a börtönlakók legjobb barátjává. Mi az, amiket és megtesz? És a börtönigazgató védencévé. És az őrök kedvencévé, és ja, mindenkinek hát igen. Egyébként, és az az érdekes, hogy mindezt úgy valósítja meg, hogy a saját méltóságából soha egy jottányit nem enged. Tehát, hogy ő így mindvégig, tehát, hogy mondjam, és ez a Tim Robbins játékának köszönhető egyértelműen, tehát, hogy egy ilyen erőteljes, erkölcsi mintát valaki le tud tenni a filmvászonra, mint amilyen Tim Robbins ebben a szerepben, Andy Dufresne szerepében, hogy hogyan tudsz ember maradni a legeslegsötétebb, legeslegbrutálisabb körülmények között, hogyan tudod megmenteni magadat, hogyan tudod a lehető legjobb erkölcsi és anyagi és életmódbeli körülményeket biztosítani a környezeted számára úgy, hogy egy pillanatig nem alázod meg magad, úgy, hogy értelmes életet bírsz élni, és úgy, hogy mindeközben a jövődre is gondolsz. Tehát, hogy azért ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, és hogy mondjam, olyan, mintha egy hát így nem is tudom, ilyen erkölcsi erőt sugárzó hős az mihez hasonlítható, mint ez az Andy Dufresne ebben a filmben. De hogy a Tim Robbins újra bizonyítja, hogy az egyik legnagyobb színész a világon, az én számomra legalábbis, az teljesen egyértelmű ez alapján a film alapján. Kedves Mr. Dufresne,
Válaszul folyamatos kérvényeire könyvtárprogramja beindításához az állam hozzájárul $200. Azon kívül a könyvtárfőosztály nagylelkű felajánlásaként küldjük ezeket a használt könyveket és mi egymást. Reméljük, hogy meg van elégedve. Ezzel részünkről az ügyet lezártnak tekintjük, kérjük, ne küldjön több levelet. Takarítsd el ezeket, mielőtt visszajön az igazgató. Igen. Gratulálok, Andy. Istenem, csak 6 évbe tellett. Ezen túl 2 levelet írok hetente, nem egyet. Ki is nézem belőled? Csak 6 évbe tellett, ez hogy hangzik? A reményről van egy vita a filmben, Morgan Freeman azt képviseli, amikor a szabadulás reményének az őrült ötletét látja megcsillani Andynek a tekintetébe, hogy vigyázz a reménnyel, egy veszélyes dolog, mely, ami meg tud őríteni téged. Van egy csokonai vers egyébként, ami pont erről szól. Én azt hittem, a filmben van egy csokonai vers. Mert azt el kell mondani, hogy természetesen ennek a filmnek is van egy magyar vonatkozása. Frank Darabont, a film rendezője, az 56-ban elmenekült magyar szülőknek a gyereke, 59-ben született Montbéliért menekült táborba Franciaországba, aztán Los Angelesbe kezdte meg a filmes karrierjét. És a film végén itt szépen elmondta Robi, hogy mi mindent tesz a börtönbe, és hogyan tud még a börtönigazgató kedvencévé is lenni, anélkül, hogy egyetlen egyszer nyalizott volna. És a film végén kaptok még egy csavart is mindemellé, amit természetesen itt sem lövünk le, és nem mondjuk el. Én nem akár mekkora csavart. A feleségem szerint nehéz kiigazodni rajtam, akár egy csukott könyvön. Állandóan panaszkodott miatta. Gyönyörű nő volt. Mennyire szerettem. Csak soha nem tudtam kimutatni. Én öltem meg rád. Nem én lőttem le, de én űztem őt el. Ezért mondom, hogy miattam halt meg. Ettől még nem vagy gyilkos. Legfeljebb rossz férj. Érezheted magad azért szarul, de nem te ölted meg. Nem, nem én voltam. Valaki más. Csak engem csuktak le. A bal szerencse az oka. Az. Ott köröz felettünk. Valakire le kell csapnia. Én voltam a soros, ennyi. A tornádó útjában álltam. Csak nem gondoltam, hogy ilyen hosszú lesz a vihar. A film azért nagyszerű, mert azt bizonyítja, szerintem roppant erőteljesen, és ezért is szeretik az emberek, mert szeretnének hinni ebben, és ez a film hihetővé teszi azt, hogy az életünk minősége az nem a körülményeinkből fakad, hanem a mi személyes attitűdünkből, a mi emberségünkből, a mi akaraterünkből és a képességünkből a remény iránt. Tehát, hogyha képesek vagyunk arra, hogy higgyünk abban, hogy az életünk az egy emberibb fordulatot vehet, még hogyha iszonyatos mélyen is vagyunk, akkor ez a hit, ez egy valóságot tud kitermelni a mi életünkben. És ettől nagyon jó a film, hogy nézheted úgy is, hogy megint megkapod az amerikai álomnak egy propagandáját, hogy az egyén, a legkisebb fiú, ha elindul, akkor megszerezheti a végén a marsalbotot is, és nagyon ügyes lehet, és természetesen ebbe a filmbe se kapsz egy társadalmi hátteret a kapitalizmusról, ami miatt oly borzasztó hazug ez az amerikai álom, de ez a film tényleg tud annyira mélyen beszélni az egyéni morális cselekvésnek a lehetőségeiről, ami jóval több annál, hogy most azon vitatkozzunk, hogy mennyire hazug ez az egész, vagy nem. Életünkben nagyon sok olyan dolog van, ami a rendszer részévé tesz minket, konfliktusaink lehetnek a magánéletünkben, a családunkkal, vagy a munkánkat utálhatjuk, vagy lehet, hogy jó a munkánk és a családunk, csak valahogy egy idő után azt érezzük, hogy rohadtul nem ténylegesítettük önmagunkat, és nem adtunk semmiféle értelmet az életnek. És még egyszer, ez a film ad egy ilyen kis térképet, hogy mégis hogyan lehet ezt csinálni, és Robi mondta, hogy állítólag a női filmnézők nagyon szeretik ezt a filmet. Lehet, hogy az egyik oka az, hogy ez a film úgy tud egy nagyon erős börtönvilágot megjeleníteni, hogy nem öncélúan vagy esztétizálva mutatja be az erőszakot, sőt, nem mutatja be az erőszakot. Ez a film azért nagyon szelíd, végtelenül nyugodt, okos és szerethető, mert nem azzal akar hatással lenni rád, hogy a brutálisabbnál brutálisabb jeleneteket mutatja be. Konkrétan, amikor a lakótársamnak meséltem erről a filmről, hogy ezt fogom megnézni, hogy egy börtönfilm, akkor egyből elkezdett
elkezdte húzni a száját, hogy elegen van a börtönfilmekben, mindegyik egyforma, bekerül a menzán, leül rossz asztalhoz, ami a legerősebb börtönlakó asztal helye, és akkor jól agyonverik, meg hátulról megerőszakolják, és akkor elmondta az összes sztereotípját, de ez a film nem ez, tehát ez a film nem egy erőszakos börtönfilm. Ez a film leginkább arról szól, hogy a szellemedet, illetve a lelkedet nem lehet bezárni, csak a testedet lehet bezárni, és hogy addig, amíg a szellemedben szabad vagy, addig valójában szabad vagy. Kicsit fájdalmas, hogy ez így is le van mondva a filmben, tehát talán jobb lenne, hogyha ezt így, én így érezném, és így nem nagyon mondanák ki, sajnos ez így Andy Dufresne szájából elhangzik. És itt el is jutottunk a film problémáig, ez a film is egy irodalmi adaptáció, és látszik a filmen, érződik, ahogyan küzd az anyaggal a rendező, hogy mi az, amit még bele lehet zsúfolni a filmből, és amit Robi az előbb mondott, az is a hátrányára válik a filmnek, hogy konkrétan a vége felé Morgan Freemannek van egy hosszabb monológia, és ott is olyan, meg már előtte a börtönben olyan dolgokat mond ki, mint narrátor, mint a narrátor hangja, ami abszolút az arcára van írva, meg a képi igen. világból megkapott. Kicsit didaktikus. Pontosan ez de a baj a filmek, de pontosan ez az erőssége. Ez hozzájárul a sikeréhez, és ilyen filmekre is szükség van. Hányast adunk ennek a filmnek? Egy 8-est. Én is 8-asra gondoltam. SMS-ek. Annyira zseniális a történet mondani valója, a forgatókönyv, hogy nehéz lenne belőle rossz filmet csinálni, írja az a minden idők legjobb, úgy fogalmazom, hogy legnépszerűbb filmjéről. A Remény rabjai. Stephen King Tortúra című könyvében, illetve filmjében sincs természet feletti, a kedves esemisírónak teljesen igaza van. Valóban. Csak a ragyogást olvastam. Hát abban van. Abban van. Abban aztán van.